Debreceni Andrással a válogatott edzőtáborában telkiben beszélhetünk. András, bejelentették a szövetség képviselője, hogy ugye Lipták Zoli megsérült az Újpest meccsén, és utána szóltak neked, hogy kerülj a válogatotthoz. Gondolom meglepett. Igen, mindenképpen meglepett, mert nem számítottam rá, de ma reggel kaptam a telefont, hogy sajnos a Lipták Zoli megsérült, és így akkor meghívnának a keretbe. Itt a lehetőség előttem, megpróbálok élni vele, hogyha úgy adódik. Mire kell ilyenkor a legjobban odafigyelni? Ugye mondtad, hogy most kaptál egy lehetőséget, és megpróbálsz élni vele. Gondolom, itt nem csak azt számít, hogy edzéseken vagy teljesítesz, hanem a közegbe való elhelyezkedés is számít azért, de hát ugye ismersz mindenkit. Igazából a közeggel tényleg nincs probléma, mert a régebből az utánpótlás válogatottakból szinte mindenkit ismerek, úgyhogy a beilleszkedéssel nem lesz probléma. Tényleg, hogyha úgy adódik, és megkapom a lehetőséget, akkor élni szeretnék vele. Milyen mérkőzésekre számítasz? Itt több válogatottbeli csapattársaddal beszéltem már arról, hogy ugye két különböző stílusú csapat lesz a válogatott ellenfele. Hát igazából mind a két mérkőzés szerintem nagyon nehéz lesz. Ugye két olyan csapatról van szó, akik az Európa-bajnokságra készülnek. Úgyhogy mindenképpen nehéz mérkőzésekre számítok, de úgymond tét nélkül talán lehet esélyünk, sőt. Volt ugye egy ominózus, egy emlékezetes meccs Pécsett is a hétvégén. Hogyan érted meg azt a találkozót, mennyire volt fordulatos? Nem csak statisztikai értelemben kérdezem, és mennyire örültetek, hogy elértétek a célt, ugye a nemzetközi kupában indul majd a Honvéd? Hát fordulatos volt, aminek igazából nem nagyon örültünk, de így a végeredményt tudva így azt mondom, hogy jól sült el. Szerencsére tudtunk nyerni, tényleg ez is volt a cél, ezért készültünk egész évben, hogy a negyedik helyet megszerezzük igazából. Nekünk ez olyan volt, mint a bajnokságot nyertünk volna, mert azért az első három csapattal nem nagyon tudjuk felvenni a versenyt sem játékból, sem pedig költségvetés szempontjából, úgyhogy mindenképpen ez az hatalmas eredmény. Főleg úgy ugye, hogy 15 év után tényleg a legjobb helyet értünk a Honvéd mezben, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Tudom, hogy még messze van, de az Európa Ligás szerepléstől mit vársz? Ugye játszottál már a Honvéd, a bőven nemzetközi meccseket is. Igazából a nemzetközi porond az teljesen más, mint a magyar NB1. Sorsolás függő is, hogy mi lesz. Remélem, hogy olyan ellenfeleket fogunk kapni, akikkel partiba tudunk lenni és meg tudunk verni. Kijutottunk, megpróbálunk minél tovább menni, ameddig sikerül. Hogyha kiesünk, akkor se lesz probléma, mert tényleg ez egy óriási eredmény, és ez csak abban tartál, hogy most így nemzetközi kupában indulhatunk.